Szerbusztok, kedves embertársaim, én itt Oszkár bácsi vagyok, és meghoztam nektek a Gyurgem 3D végigjátszásom következő részét, ami számszerűsítetten a 29. rész, és most a 4. epizód és egyben az utolsót fogjuk indítványozni, a születés, ugye az a címe ennek az epizódnak, The Birth. Ezt is ugye legnehezebb fokozaton fogjuk vinni, ugye hát a Damn I'm Good igazából az a legnehezebb, de ott újra termelődnek az ellenfelek, szóval a végigjátszás szintjén jobb, hogyha Come Get Some fokozatot kezdjük. Egy kis intrót is láthatunk. Mission Impossible. Igazából ennek az eredeti címe, azt hiszem, az lett volna, hogy várjál, mindjárt mondom. Hopp, ajjaj, le kell lőni itt a karaktereket, várjál. Na, mindjárt mondom a referencia ügyileg is a dolgokat itt, várjál. Na, ez az. Vigyázni kell, mert itt belé csaphat a villám, ahol esik az eső bizony. Na, szóval tulajdonképpen ugye a Lehetetlen Küldetés című filmre hallja ez az egész pálya úgy, ahogy van. Teljes mértékben. És egyébként, hogyha itt megnézitek, Improbable Mission Facility, tehát ez az improbable, az azt hiszem, hogy a valószínűtlen, valószerűtlen, valószínűsíthetetlennek mondott fordítás ügyileg. Az a szó, az az angol szó. És hát bizony, a Lehetetlen Küldetés című filmre hajaz ez a részem. Titkos pálya ügyileg, megnézzük. Hú, nagyon sötét van, nagyon-nagyon. Viszont ott van egy Atomic Health, amit fel is veszünk, meg egy éjjellátó készülék, így egy picit jobban látunk. Hát a 4. epizód talán ez az egyetlen, amit nagyon-nagyon nem ismerek annyira nagyon jól. Szóval a legkevésbé ismerem ezt. Egyébként itt az eső miatt eléggé hangulatos. Itt van egy hátsó bejárat, na már csak közben mentek már egyet. Úgy igaz. Durraktatok felétek. Ott van a shotgunja, nagyszer. Francesen beléd. Francos burgonya, ugye, ahogy Herbie mondaná. Sörétes lőszer plusz sörétes. Nagyszerű. Bum! Na, szóval itt is be lehet menni, de most nem itt akarok még bemenni, mert ez egy titkos bejárat, igazság szerint. Hú, de meg lett csócsálva az életerőm, he. Bum, zuty, trucs, hey, bumcs, zuty. Vigyázni kell itt a lőszerrel, még az első pályán vagyunk. Hoppá! Hello! Top secret! Szuper titkos, itt hever az asztalon. Meghallgatjuk ezt a kis lejátszó cuccot, azt a kis rádiót, kazettás magnót, és az a poén ebben, hogy egy másodpercre van állítva az önmegsemmisítő funkciója, tehát lejátsza a szalagot, tudjátok, ilyen kémfilmekben szokott lenni, és utána megsemmisíti magát a szalag. Hallgassuk! Bőven elég egy másodperc, hogy elmeneküljön az ember. Hopp, papírok robbantak. Na és itt van egy reperés, amit majd be kell robbantani, gyerekeim. Hopp, befagyott izé, kijelzők. Oké, IMF facility. Hoppá! Zutyansz! És tudj, meg zutj, meg sutj. Zutj, sutj! Hopp, ultrakód, itt nem tudok bejutni. Hoppá, feltörtem a kódot. Szuper titkos volt. Hey. Ja, megdöglök. Ó, már csak pisztolyom van. Ajjaj, mindjárt megdöglünk, he. Ritkán vagyok ilyen nagy szarban Duke Nukemben. Ah, shit! Pedig én próbáltam. Mindent megtettem, mindegy, menjünk inkább akkor erre most átmenetileg. Hú, de sok ellenfél van, hát igen, ez már a 4. epizód. Göcsög. Úristen.
úristen. Mentek egyet, miért ne? Bloodban voltam ennél nagyobb szarban is. Ez az. Ooh, I needed that. Jó van. Szexkép. Bejelentek ilyen dolgokat. Na, itt magyarázzák igen azt, hogy Ultimate Warrior. Ja, tehát a Ultimate harcos, a legszuperebb harcos. Hoppáré! What the fuck is this here? Devastator lőszer plusz jetpack. Fincsi dolgok voltak ezek. Na, nézzük meg, hogy itt milyen biztonsági kameraberendezések vannak. Hát lesznek még ellenségek a pályán, lesznek. Bizony, bizony. Hoppá, odakint esik az eső. A valóságban nem. De várjál, itt lehet, hogy izé is van. Nincs. Bónusz titkos hely, nincs. Zuttyany. Mi ez itt? Azt mondja, hogy TV Moggermore Inn. Hm. Ez nem tudom mire utalt, valami tévés vetélkedőre talán, vagy nem vetélkedő, hanem sima műsor volt. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Fuck you ugly motherfucker! Yeah, piece of cake. Die, motherfucker! Kapcsoljuk fel a villanyt inkább. Ez az. Csökken az életerő. Na, itt a kék kártya, he. Valóban biztos jó lesz. Damn, a rohadt életben de jól nézek. Hé, mi? Valamit kinyitott. Portable medkit. Zsíros vagyok, ügyileg, pisíjünk egyet. Aztán szétrúgjuk a klotyót és iszunk belőle. Így szoktunk a valóságban is, ugye? Folyadékot pótolni kell. Fúj, de gusztustalan ez a gyuknokem játék. Oscar, miért játszol ilyen gusztustalan játékokkal? Nézzük, ebből semmit nem tanulnak. De hogy nem. Megtanulják, hogy hogyan kell szétrúgni a klotyót. Nyami, nyami, nyami. Ígyjuk 100-ig magunkat. 96, 97, 98, 99 és 100. Mondjuk ez realisztikusabb lett volna talán úgy, hogy mondjuk csak 50% életerőig lehet visszainni magad. Mert így, hogy 100-ig, hát ez így túl könnyű. Mert az a pálya, ahol ugye víz van, ott az ember nem fosik. Jaj! Jaj, 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 jaj. Fagyasztó. Látod? Shrink Ray. Imádjuk a Shrink Ray-t. Hoppá. Ide jöttünk volna, ha máshova megyünk. Hát most ugye is várja már. 87% életerője, nem megyek visszavedelni. Hello. Ventilátorok. Szét lehet lőni azt szerinted? Nem. Hajjajjaj, odakint esik az eső, olyan hangulatos volt, amikor először játszottam ezzel. Jújjúj, jújjúj, a víznek van sodrása. Jújj, hát amíg helyállt. Hogy ide lemerülök alája. Figyeld meg, mi lesz. Mik vannak itt? Azt a rohadt. Titkos helyek vannak itt, szerintem. Ide nem tudok még átjutni, mert itt egy energiamező blokkolja a cuccos. Menjünk tova. Konnektorba benne nyúljatok, megráz. Mutattam én már szerintem azt is. Hogyha bele nyúlunk a konnektorba, mindegy, el tudjátok hinni szerintem. Mi történik olyankor? Ne próbáljátok ki a valóságban, gyerekek. Oké. Menjünk. Most már fel van törve ez a szuper kóros cucc. Most már... Ez az. Pocs!
Kifogytam. Miért nem vált? Meg akarsz szivatni ez a játék engem? Bum! Robbanószer kell. Robbanószert kíván a nép. Mi volt az a nyögés, fiam? What the fuck? Valaki felrobbantotta magát. Die, you motherfucker! Oh yeah. Bum! Come get some. Gyere is! Kapjál egy keveset. Jajjaj! Durr! Ez az. Imádom, hogyha durransz. Durranjon mindenki. Én azt mondom. Ugyanaz az ődben. Híres emberekkel van tele ember játék. Fuck you! Haha, rakétavető! Jaj, de szeretem én a rakétavetőt, gyerekek! El nem tudom nektek mondani. De már megint lőszerügyileg a padlón vagyok, hát mi ez? Ez... nem ezt akartam. Zuttyansz! Ó, mennyi életerős cucc van ott bent! Jól fog jönni. Hopp, mi lehet a kód vajon? Ha, nagyon egyszerű, nagyon bonyolult. Rengeteg lehetőség van. Ajjaj, azt hiszem, hogy holra lemegyek, durranni fogunk. Nem, csak ők. Ez az. Hú. Csőbombajcs! Ez az! Imádjuk a csőbombajcs, pont 100 életerőn van, he. Sörétest kérek szépen. Jó nagy, buzi nagy asztal, nézd már mekkora. Ott fent van egy pisztoly, meg életerőd. Várj, valamiket itt ki lehet nyitni, azt hiszem. Igen, jól emlékeztem is, van benne egy páncél, 100%-os. Jaj, de jó. Steed. Biztos, hogy ez is valami utalás egyébként, csak nem az a baj, hogy a kinyomtatott neten megtalálható kinyomtatott cucc, amiről én így bemondom nektek a dolgokat, a referencia ügyileg a dolgokat. Hú, köd van kint, he. Csak nem esik még a hó. Ami? Szóval, hogy az nem, sajnos nem tüntet fel mindent. Tehát több referencia van a játékban annál, mint amennyit én itt bemondok igazság szerint. Szóval nokoljunk egy kicsit. Iratkozz fel Oscar csatornájára. De várjál, hogy erre megyek tovább, akkor szerintem durranás lesz. Bum! Mondtam én. De várjál, most a csőbombát ilyen köcsőkre nem fogom elpocsékolni. Shit! Shit me! Ahogy Szabi mondaná. Shit me! Szegény Szabi. Orba szájba szivatom ezzel a szöveggel. A saját szövegével. Ugye, Szabi? Mi ez itt? From Wars of the No World. Tehát a világháborújától. Prop Debt to Over. Ez biztos, hogy valami cucc. Referencia ügyileg. Az első pálya minden fegyvert, minden lőszert megkapok-e? Nézzük már meg, hát majdnem minden fegyverem meg. A 7-es nincs meg, meg a 8-as, a Devastator. Hát mi ez bár itt? A bőség zavara. Ide jöttünk hóna. Puttyany! Hoppácska, hoppácska! Ide a takarító szethez, csak biztonsági kártyával lehet bejutni, baszki. Na, vajon menjünk ide felfelé. És igen, ott látjátok, tele van lézerezve a cucc. Mi ilyenkor a teendő? Hát pontosan ez. Jobb, hogyha kijövünk ide, mert elég nagyot robban a dolog. Úgyni. Köszönöm szépen. Még a szobában is megdöglöttünk volna amúgy. Ez elég meleg helyzet volt, már nem azért, és elég szarul jöttem ki belőle, de hát kit érdekel?
végig tudom vinni ezt a játékot, akkor is, ha megdöglök közben 5-ször. Ez a kés, ez is egy referencia, de miért nincs felírva a papíromra? Shit! Oh! Ah! Oké. Okay. Egy kórot kell oda bepötyögni szerintem. Ez már bonyolultabb. Oho, megvan. Ja, oké, itt van. Megnyomjuk ezt a kapcsolót. Bum-bum lesz mindjárt. Valamit ki fog nyílni szerintem. Dögöljetek! Rászabadítom a seggedre a középkort. Úgyné. Hogy menjek be. Köszönöm szépen. Ó, ez Finch volt. Ez az, tökösen kell játszani, gyerekek, látod? Így kell csinálni, jej. Hoppá, ajtó, ajtó hátán. Itt, whoops! You're gonna die, motherfucker! Úristen, mi volt itt? Durran minden! Jó, az első pályam. Jó. Shit, mi? Hoppa, maradt még valaki? Hoppa, ajajajaj! Come on, you bitch! I kill you! Nem már! Shit, you! Mi ez itt? Ajajajajaj, mi volt ez? Mindig majd leiszom magam a sárga földig. Vízügyileg. Te, ez a csőbomba, ez szerintem valami robbantási opcióra hívja fel a figyelmemet. Azt nem veszem még ott fel. Várj. Elmegyek vedelni. Jaj, mi ez itt? Elnézéseteket kihányom, de én... végül is van jetpackom. Oh yeah. Erre jó jetpack, mehetünk vissza. Vedelni, gyerekek. Vagyis nem is kell vedelni, mert a pályának a legelejére, hogyha visszajövök. Ez az. Fincsi volt. Na fussunk. Hadd lobogjon a hajunk. Jaj. De várjál már, merre kell most menni? Ide kell menni. Bokaficam. Ide. Erre így. Várj. Rakétavető. Huha. Igazából azt hiszem, hogy ez lesz a megoldás. A problémára. Jellemző. Ha ezt csőbombast felvesszük. Nem lehet kinyitni, minden zárva van. Porompomp. Igen, és egy új ellenfél típus is bejött. Ugye az Alien. Ennek van egy olyan képessége, hogy le tud kicsinyíteni, és az bizony végzetes. Mert hogyha lekicsinyít, és rád tapos, akkor ugye egyből instant death. Hát még az már megint a béka segge alatt van a izé, életerőm. Közben szétrúgok minden. Itt egy Pentium 100-as gép. Van még... Nem igaz, még 4 titkos hely van a pályán. Ilyen béna vagyok. Hogy létezhet az? Sehogy. Jó, szuper. Életerő. Jó, akkor nem kell visszamenni megint a pálya legelejére, hála jó Istennek. Na végül is, ja, hát ennyi volt ez a pálya, gyerekek. Most nem keresem már meg a maradék titkos hely ügyileg a dolgot. Úgyhogy akkor nézzünk bele a következő pályába, én azt mondom. BOOM! Duke Burger!
Duke Burger. Na, innen fogjuk folytatni a következő részben, ugyebár, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, és mint tudjátok, a videó leírásában mostantól ugye benne van az, hogy mikor milyen videón fog megjelenni a csatornámban, ilyen naptárszerűen vezetem nektek a cuccot, ez csak a ti kedvetekért, szóval ott megnézhetetek, hogy mi, mikor lesz. Oszkár voltam, iratkozz fel meg minden. Következő részben folytatjuk. Sziasztok!